Megyünk. Jó, mennyi? 400 kilométer? Csenger? Nincsen annyi. Nincs mennyi az? 360 szerintem. Jó. Háztól házig mondjuk. Jól van. Hát egy pár órát elutazgatunk. Ismerd meg a Kárpát-medencét. Fedezd fel Magyarország ízeit. Tudja mit? Menjünk gyalog. Kisültek a kenyerek. De ez milyen jó kis célszerszám. Hol vannak a halászaink? Ben vannak a liga előtt. Gyerünk! Doldozom neki. A főzés öröm, találkozás. Tudjon ám álpárat. Mi van? Mi van? Hát... Kezdőknek persze nehéz. Nem akarom elmondani, hogy nézel ki! Szoktál ilyen korán kerülni? Szerinted én ilyenkor szoktam lefeküdni. Szedjed, Vera, szedjed! De ilyen hitvár rossz indulati állatnak hogy tud ilyen finom teje lenni? Jó! Gombalevesnél vigyázni kell, mert tényleg levetereszt. Náluk is egy somos gomba, de termeszthető gomba. Találkoztam volna vele az erdőben, valószínű, hogy nem veszem föl. Egyébként a laska gomba a legjobb húspótló gomba. Ennyit tettél bele? Ki kell szedni belőle? A magyar konyha kincsestára. Nézd meg, mit találtam. Ki tudás egy csárdában? Tradicionális receptek. Ez látvány. Eszméletlen. Az új évezred ízei. Akkor jössz velem epertúrára? Az az apró! Hát ez is óriási! Egybe azt kérdezték, hogy mit tudnak ezek a magyarok, hogy ilyen minőségű, hát a magyarok és ilyen ízű epert tudnak termelni. Ha van valami, ami jó. Én ennek az édes eperbornak leszek a szerelmesem. Ez az ember miért ilyen izgatott? A nap magasan van már, dolgozni kell. Mit kell csinálni? Gyerünk gyorsan, gyorsan. Mit akarsz csinálni? Háklis vagy, habos almás pité. Ez csokis lett. Elszírom magam. Bátor vagyok, és éhes. Éhes vagyok. Már látod a libacombot, mi meg a kacsa mája. Jó kis libazsír. De nem arra gondoltam. De. Beszélgessél nyugodtan. Ilyen szép napom nagyon régen volt. Kulináris kalandok. Magyarország, sülve főve. Jól csináltam? Gasztroangyal. Eszik, iszik, sosem alszik.